Nemrégen hallhattak egy beszélgetést Búza Lászlóval, a Tiszafüredi Városi Sportegyesület utánpótlás korú labdarúgóinak egyik edzőjével, aki akkor az eredményekről és a sikerekről beszélt. A hét elején ismét egy edzésen kerestük meg Búza Lászlót, aki ezúttal az óvodás gyermekekkel, az U7-es korosztállyal foglalkozott, és örömmel beszélt a legkisebbekről. Óvi foci, mert hogy ilyen is van Tiszafüreden. Itt vagyunk a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornatermében, a vezetőedző pedig Búza László. Kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mióta van óvi foci Tiszafüreden, és mi is az, hogy óvi foci? Hát a 4-5 éve van óvi foci Tiszafüredi Városi Sportegyesetnél, legelőször Dorcsák Zoltán kezdte ezt el. Idén itt a Szent Imre Általános Iskola tornatermében október óta vagyunk, heti kétszeri alkalommal, hétfőn és pénteken. Óvodások, gondolom, akkor az azt jelenti, hogy a kis, közép és nagy csoportosok, ez most melyek korosztályokat jelenti? Ez a 2012-es születések és annál lefelé menőbbek. Hogy látod, mennyire van fogadókészség a kicsik között? Azért 3-4-5 éves gyerekeknél maga a figyelem is ugye egy igen kérdéses dolog, meg mennyire érdekli őket egyáltalán a sport, ők még mindenbe belekóstolnak, nem? Igen, hát náluk elsősorban a játék megszeretetése a cél. Hál' Istennek elég sok gyerek jár hozzám, olyan 12-13 gyerek mindig van, csak most, ahogy lehet látni a háttérben, kevesebben vagyunk, mert beköszöntött ez a vírusos időszak. Verben, többször beszéltünk arról, hogy milyen az utánpótlás korosztályoknak az edzése, a kicsiknek úgymond a nevelő munkája, hiszen ez ugye nem csak edzés, hanem nevelés is. Mesélj nekünk arról, hogy az óvodásokkal egyetem ők milyen rendszerben fociznak, kis pálya, mikor a kapura, mekkora pályára, vannak-e nekik mérkőzéseik? Hát a igazolt játékosoknak vannak mérkőzéseik, az igazolt játékos az 5 éves kortól számít, ők 3-3 ellen játszanak egy 15 méteres pályán. És milyen lehetőségeik vannak egyébként? Környező települések ellen játszanak, vagy van esetleg a Bozsikban egy ilyen program? Ez a Bozsik U7-es programban van, de szoktunk itt tornákat is rendezni, jövőre is tervezünk februárban szervezni a Benedek Gábor sportcsarnokban. Akik szeretnének jönni most óvi focira, és mondjuk most óvoda, kis csoportosok, vagy esetleg még nagyon kicsi gyermeknek a szülők, ők mikortól irathatják be? Hát itt lehet jönni 3 évestől is, mert van nálunk is a Jakab Ádám nevű kisrác, 2015 áprilisi, tehát 3,5 éves, azt heti rendszerességgel jár, csak hát most ő is a maradiak listáján van. Kérlek, mutasd be nekünk a tiszafüredi óvi focisokat. Örömmel. Először is beszeretném mutatni Kovács Adriánt. Adrián, álljál föl. Kovács Adrián. Úgy mellette található Kovács Nándor, Posta Benet, Beniké Májá fel, úgy, Dobos Dénes, Virág Tamás, Vékony Zsolt, Szatmári Lacika és Kis Levente. Jó látni, hogy ilyen tiszafüredi fiatalok vannak, akik, vagy Tiszafüred környékiek is, vannak egyáltalán környékiek, vagy csak tiszafürediek? Hát nem csak tiszafüredek, mert van például Nagy Milán is, neki mind a két bátyja itt játszik a Tiszafüredi Sportegyesületnél, pillanat Zsol lesz mindjárt, ő például Tiszaigeri a kisrác. Tehát vannak itt környékbeli településekről is, csak a beutazás az nem mindig tudják megoldani. Nagyon jó látni, hogy akkor ennyi tiszafüredi és környékbeli fiatal is van itt. Nekik, hogy látod, mi a jövőjük van a sportban? Meg lehet mondani egy ilyen kisgyermekről, hogy tehetséges, nem tehetséges, hogy ők még tényleg csak a sport szeretetért játszanak? Még csak a sport szeretet, de már lehet látni egy játékosról, hogy van érzéke ez a játékhoz, de ők még mondom, nagyon kicsik, tehát itt még akiből most úgy tűnik, hogy nem, én nem tud, nem olyan ügyes, abból még lehet ugyanúgy focista is, de például én bízom benne, hogy ilyen Kalóz Ádámok, Szövetes Krisztiánok, Csávi Norbertek, Tóth Tiborok itt palérozódnak itt a tornaterembe. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk hozzá! Köszönjük szépen!